Szép jó estét kívánok! Kicseréltük a mikrofonba az elemet, mert nem működött. Meg minden. Aztán láttuk, hogy a végén nincs beletogó oldalba, oké? Úgyhogy ha a kapcsolatod nincs meg oda, ahova kell, akkor csinálhatsz akármit. Hát úgy. De semmi sem működik. Csak egy nulla marad. Ez a kapcsolat, ez tulajdonképpen egy érdekes dolog. Meditáció, most gondold meg, legyünk teljesen materialisták. Ha én meditálok, megszüntetem kifele áramló személyiségem energiáit. Tehát befele fordul. Semmit se csinál. Semmi. Semmi tevés az meditáció. Ez olyan nehéz. És ha semmit sem csinálsz, és ha semmibe ülsz, az megváltoztat téged. Most, hogyha materialista vagy, akkor azt mondod, hogy a semmiből semmi lesz. Akkor mit változol meg? És mi az, ami elveszi tőled a rossz dolgaidat, és ad helyébe jó dolgot? És mi az, ami az élet körülményeidet átalakítja, és eddig olyan körülmények közt élt, és most így fogsz élni. A semmi. Tehát nem lehetünk materialisták. De ha materialisták vagyunk, akkor be kell ismerjük, hogy a semmi tud valamit csinál. Az pedig akkor már nem materializmus. Ha pedig a semmi valamit tud csinálni, akkor valami a semmi mögött kell lenni, amit mi nem látunk, vagy nem tudunk. Van a külső személyiségünk, amelyet megtanultunk, megtanítottak nekünk. Az anyuka, az apuka, az óvoda, az iskola, és mindenféle rossz ember. És így mi jó emberek szenvedünk. Tehát tanultunk egy valamilyen személyiséget, hogy elvesszük ki a tüskét, hogy döfjünk vissza, hogy védekezünk, kit szeressünk, kit ne szeressünk, ki a jó, ki nem a jó, aki olyan, mint mi az jó, ki nem olyan, mint mi az nem jó. Tehát van egy ilyen valaki. Na most leülsz meditálni, és ezt a valakit becsukod. Tulajdonképpen meditációban azt tanulod meg, hogy ne akarjál semmit. Tehát, ha nem akarok én semmit, akkor nem engedek ki magamból semmit. Persze ezt csak a csendben tudjuk magunkat csinálni, mert ha mások beleszólnak, akkor már rögtön akarunk valamit. De amikor ebben a semmiben te csendben lettél, akkor benned érdekes módon kijön valami. És az a valami kijön, vagy valaki, az megint te vagy. Mert hiszen az benned van. De az a valaki, aki te vagy belül, nem olyan, mint aki kívül van. Mert ha olyan volna belül is, mint aki kívül van, akkor nem változtatna meg semmit rajtad. De aki belül van, elveszi a rosszakot belőled. Mondjuk a féltékenységet, az ilyet, vagy olyat, vagy dolgokat, ami zavar téged. Idegességet, agressziót, indulatot. Ezek ugye egy konkrét tények, mindenki tudja, ezek már tudományosan, materiálisan is bizonyítottak, hogy ezek a meditációtól eltűnnek, megváltoznak. Tehát nem kell csinálni érte semmit. Ha most ez a belső, aki bennem van, olyan volna, mint a külső, akkor ez nem változna meg. Tehát a belső jobb.
Mondjuk úgy. A belső tökéletes. A belső közelébb van ahhoz, a lényhez, aki mindig tud mosolyogni, és aki mindig boldog. És akit nem zavarnak dolgok. Mert látjuk, hogy aki évtizedekig meditál, vagy már 6 hét után is, hogy ez mérhető, 6 hét rendszeres komoly meditációval megváltozik a viszonyod az emberek. Benned a reakció sokkal kevesebb. Tehát valami kicserélődik benned. Az a személyiség, akit te fölépítettél, illetve akit fölépített kívülről rajt benned a közösség, az emberiség, a társaid, akiknek a része van, az a személyiség most átalakul. Egy olyan személyiségi alakul át, aki tulajdonképpen megszületett. Akivel te a földre jöttél. Üres fejjel. Értelem nélkül. Akkor te az voltál, és az vagy. Meditációban üres fejjel, értelem nélkül, ha megállsz, és így maradsz, akkor ő kijön, és megmutatja magát. És akkor azt mondják, jó, én meditálok, de nem történik semmi. És körülötted az emberek azt mondják, hé, te úgy megváltoztál. Veled olyan más. Olyan simán mennek a dolgok. Elfogadod a dolgokat, nem mind ezelőtt. Megint tovább. Te pedig csak húzod a vállad, mert te nem tudod semmit, de így jobb. Miért jobb így? Mert az kezdek lenni, aki én valójában vagyok. Akinek születtem. És nem az, akinek neveltek. És az, aki én igazából vagyok, és az jön elő belőlem, nem pedig az jön elő belőlem, amit meg akarok mutatni, és amit tőlem elvárnak azok, akik belépítették az energiájukat, hogy felneveljenek, hogy embert faragjunk belőle, és akkor emiatt ilyen vagy olyan kemény, és akkor te úgy viseled. De te nem az vagy. Te csak játszod azt kívül, de belül van valami más. Ez a belső valaki, aki tulajdonképpen kivirágzik bennünk, mint a rózsabimba, hogy nyílik ki a meditációval, a lény nyílik ki, mert teret engedsz neki. Mert visszavonod azt az erőszakos és minden tudó és mindenféle értelmi kialakított lényt, visszavonod, és akkor ő előjön. És te más. Tulajdonképpen az összes problémánk az életből csak ebből az egyből születik. Tömören kimerem mondani, hogy egy problémánk van az életünkben, hogy nem meditálunk. Igazán? Én nem azt mondom, hogy nem kell kialakítani a külső személyiséget. Az oké, okay. Ki kell alakítani. De ahhoz nem kéne ragaszkodni. És azzal nem kellene ítélni és hibáztatni. Mert a hibáztató és az ítélő értelem és személyiség soha nem lesz se békés, se boldog. De aki belül te vagy, aki azt mondja, megém nyomsz, hogy a másik mit mondott róla? Az boldog tud lenni. De neked nem nyolc, mert téged arra neveltelek, hogy az ő értékelésük szerint vagy te valaki. Tehát arra vagy dresszírozva, hogy téged, ahogy a világ lát, te tulajdonképpen az vagy. De ez nem igaz. Ez egy teljesen hamis kép. Az összes problémánk ebből jön, hogy ez a külső személyiség itt nagy hangon rendezi a dolgát, és belül az a személyiség, akit mi elnyomunk
szándékosan önként elnyomó. Ő megpróbálja az ő energiáját kibocsátani. De amire átmegy az értelemnek a szűrőjén, az ítéletein és az előítéletein és mindenen keresztül egy teljesen más üzenet jön ki, mint amit ő elindított belőle. Ő azzal ott belül nem boldog. Mi kívül meg szenvedünk érte. Tulajdonképpen a szenvedés csak azért van, mert mi, mint külső lények, soha nem próbálunk a belső utasítás szerint élni. Tehát a meditáció gyakorlatilag semmi. A meditáció egy teret engedő dolog, ami megengedi nekünk, hogy azok legyünk, akik vagyunk. Mi nem is tudjuk, hogy kik vagyunk. És mégis, hogyha meditálunk, és ha rendesen meditálunk, és ha ezt a folyamatot magunkban leengedjük, akkor egy érdekes dologra jövünk rá. Hogy mi teljesen különbözőek vagyunk. És a meditáció után mi nagyon egyformák leszünk. Mindenki békét akar, mindenki szeretetet érez, mindenki elfogadással él, toleranciával, és minden meg. Ez a legérdekesebb benne, hogy ez a különbség, hogy én ilyen vagyok és olyan, és én azt bizony nem engedem meg, hogy nekem az irigál, vagy ez, vagy az, vagy amaz, ez a személyiség, ez nem az ember. A személyiség az, aki belül van, aki a csendben van. És te, ha vissza tudsz vonulni, előjön a csendben. Úgyhogy az én mesterem, a gurum azt mondta, hogy nincs olyan problémája az emberiségnek, amit a spiritualitás meg ne tudna oldani. Nincs olyan problémája az egyénnek, amit a meditáció meg ne tudna oldani. És ő ezért mondta. Azért mondta, mert tulajdonképpen a megoldás bennünk készen van. Te, én, ő, mindenki egyet akar. Egyet akar. Semmi más. Hogy itt a Földön mennyország legyen. És mit élünk? Pokol. Nem tudunk másodat megváltoztatni. Ezért egy út van, hogy magunkat változtassunk meg. Magunkból engedjük ki azt a lényt, aki vagyunk. Aki ott bent csendben alszik, csendben tűri. A lélek az olyan, hogy el van bújva a szívünknek a legtitkosabb, legrejtettebb kamrájába, és ott ül, és ő a király. Ez egy olyan király, mint aki ilyen alkotmányos király. Kinevezte magának a minisztereket. Azt mondja, az értelem a miniszter, a vitális én a miniszter, a fizikai testek a miniszterek, ti végezzétek a dolgot. És ő nagyon-nagyon ritkán szól bele, erőszakosan az egész folyamatban. És ha bele is szól, megengedi, és ez a legszörnyűbb az egész játékban, hogy ő megengedi, hogy a másik ellen mondjon neki. Pedig ő a főnök. És hiába, hogy a főnök, ahogy van a versben, bár a felül a gálya, és alul a víznek árja, mégis a víz az úr. Felül a test, az erő, az életerő, az értelem, a minden. Belül a lélek, a csendben, de a lélek az úr. Mikor eljön az idő,
fejlődés folyamán és a tapasztalat szerzés folyamán és sorozatain keresztül, akkor egyszer csak ő kibocsát magából egy új személyiséget. Ő maga a lélek. És ez az új személyiség van azoknak az embereknek, akik elkezdenek meditálni. Új személyiséget létrehoztam, akkor az egy erővel kitör belőlük. És az ember honnan nem, mi történt, megláttam egy olyant, megláttam ezt vagy amazt, és rájöttem, hogy ki magammal kéne foglalkozom. Vagy, nagyon sokszor drasztikusan, volt egy balesetem, egy halálos betegségem, egy ez, egy az, amikor aztán ez a belső lény oda csap, és azt mondja, stop. Kezdjünk valamit összedolgozni. És ha kezdünk összedolgozni, akkor helyet kérünk már benne. És mi akkor sem mondjuk. Nincs idő annyit meditálni. 10 perc, oké? Okay? Nekem millió dolgom van, ott te hallgass benne. Na jó, megkezdődik tulajdonképpen egy harc. Külső lény és a belső lény között. Hosszú távon lehetetlen, hogy a külső lény győzze. Mert a belső lénynek az eszközei, a belső személyiségnek az eszközei, azok természet fölöttiek. A külső csak a természet erejével tud dolgozni. Természet fölötti pedig neked el tudja akadályozni azt, amiben te belemennél. Kiveszi belőle az erőt, és véged van. Tehát nincs esélyed. Amikor ez az állapot van, az ilyen embert úgy hívjuk, hogy kereső. Mert ő keres valamit. Mit keres? Saját magát. Eljár mindenhova. Követ ilyen vallást, olyan vallást, ilyen filozófiát, olyan, az az igazság, az az igazság, az az igazság. Mindenhova futunk, mindent megnézünk. Csak azt nem nézzük meg, hogy amikor futunk, megnézünk valamit, belül van valaki, akit magunkban hordozunk. Ez olyan, mint ahogy gyermekkoromban a falunkban volt egy ember, akinek olyan sok lova volt, hogy nem tudta hány lova van. Volt egy, lett belőle egy közmondás, hogy mondták, hogy 100 lován ős keresi. Kereste a lovait, de rajta ült a lova. Mi tulajdonképpen, amit keresünk, azt mondjuk Istent keresünk, tökéletességet keresünk. Egy olyan lényt keresünk, aki hibátlan. Hát, ha ott van abban a mesterben, vagy abban a gyerekben, hát az már 20 évek meditál, gunogri az osztal ilyen. Vagy akárki. Feléd. Senki nem jön semmit. Te vagy, akit keresek. Te vagy, akiben benne van minden. A tökéletesség. Te csak csendbe kéne lenni. Na most gondold el, ha leülsz meditálni, ez a naptól kezdve próbáld meg saját magadat magad. Ne próbálj gondolat nélkül semmit keresni. Te próbáld meg azt, aki te vagy, ahhoz menni. És amikor visszavonultál, te tudjad, hogy egy sokkal csodásabb, nagyobb lénybe mentél bele, mint akit te ott hagytál. Jaj, most az a gondom, hogy hagyjam ott? Hagytod, mert ennek a gondjaid, a te gondjaid játékok. Az ő képességeivel. Tehát, ha meditációban elkezded ezt a játékot gyakorolni, nézd meg, hogy a meditáció kezd így menni. Mert megengedted neki, és rájöttél, hogy hé, te ott vagy, mi hallgatózol annyit? Elő vele, én hagyom. Következő lépés az, hogy amikor a mész, rohansz, sokszor mind a mérgezett tegér, azt se tudod, hogy hol kezdte és hol végzett, stresszben minden. Hát meg,
kicsi távolság. És képzeld el, hogy te egy más lény vagy. Nem az, aki kötődik ehhez a dologhoz. Ha sikerül, jó, ha nem sikerül, úgy is. Kezdjünk rábízni dolgokat a mindennapi életünkben, az apróságoktól kezdve mindenben. És kezdjük rábízni, hé, hát ha sót lesz, ha nem, sót. Ne törd a fejed mindenet, és ne ragaszkodj mindenhez. A megoldás, a tökéletes megoldás benned készen van. És te azt tudnád használni, ha elkezdenél vele kapcsolatban élni. Úgyhogy te vagy, akit keres. És ha el akarod jutni oda, ahogy mondják, hogy megvalósíts Isten, akkor meg fogod valósítani saját magadat. Mert a lélek az egy isteni rész. És a lélek isteni szikra, ami kioldhatatlan, ami leállíthatatlan. És ez a szikra, amikor kigyújt, és a belső személyiség kezd belül dolgozni, akkor tulajdonképpen te már csak oda kéne kezdjed hagyni magad. Mit törődöm én, hogy most az mit akar tőlem, vagy ez, vagy az? Ne stresszed magad! Nézd meg! Öröm ez, ha teszem, vagy öröm az, ha teszem. És hogy neki több időd, ne csak 10 perc. Csodálatos játék ez az egész élet. Ha megtaláljuk a lényegét, és az élet lényege, az te vagy. Nem egy templom, nem egy vallás, nem egy filozófia, te magad vagy az. És te magadot kell megtalálni. Tulajdonképpen mi ezért meditálunk. Csak nem tudjuk. Mert nem jövünk rá. Elolvassuk ezt a könyvet, azt a technikát, azt az akármit, amit kitutánozzunk, hogy nézzünk, hol. Persze az teljesen más, ha már egy mester találtál. Akkor sokkal könnyebb ezt a kapcsolatot magaddal létrehozni. Mert nem tudsz mellékvárányra menni. Mert amikor kezded érezni, hogy na most ez az én igazi énem, aki ezt mondja, annyiszor becsap. A vágy lélek, aki benned él, és a vágy lélek súgja, igen, én vagyok az igazi, hát akkor ezt kell tegyem. És ez nem igaz. És ezért aztán nem olyan egyszerű kibogozni, a mi lényünk nem olyan simán van. Mi lényünkben annyi rész van, és ezért annyi fele el tud vinni, főleg a vágyak világa. Mindenkiben van egy külön lélek, a külső pszichikus lény. A külső lélek az nem más, mint a vágy lélek. Abból van fölállítva az egész pszichét, hogy mit vágysz, mit álmodsz és mit akarsz elérni. És amikor csendbe ide beülsz, akkor ő is meg tud szólalni. És az elején nem tudod, hogy ki beszél. Az igazi lelki, belső személyiséget, vagy a külső vágy lélek, a külső személyisége. Úgyhogy ha mondjuk nekem egyszerűbb a dolgom. Én a mesteremmel vagyok 28 éve, én nem sokat gondolkodom, hogy hol van bent a lény, vagy gunagria, vagy mi van. Én a mesterre koncentrálok. Ő mindig azt hozza nekem ebbe, amit kell. Csak egyszerűen egy koncentráció. Tehát a mester egy eszköz arra nekem, hogy én a lelkemmel kapcsolatban kerüljük. És ez egy érdekes dolog. De erre egy olyan mester, mint Gunagria nem elég. Sem olyan, aki minden sarkon van. Ilyen mester, olyan mester. Egy
igazi olyan, aki nem kér beszéljen, és veled bármit tud közön? Én őt ismerem.